Harmadik utolsó előtti felkészülési mérkőzésünket az orosz bajnok és kupagyőztes CSKA Moszkva ellen játszottuk hétfő kora délután, ezúttal is változékony időben. A mérkőzés elején a moszkvai csapatnak adódtak helyzetei, előbb a negyedik percben Sándor átadása után a labda a játékvezetőről került az ellenfélhez, Dumbia került nagy helyzetbe, de Juhász blokkolt. Majd 3 perccel később ugyancsak Dumbia lőhetett, ezúttal pedig mellé ment az ötösről. A 13. percben adódott első nagyobb lehetőségünk, Nikolics vette célba a kaput, a 16-ossal nem sokkal ment mellé a lövés. A 33. percben megszerezte a vezetést az orosz csapat, Dumbia csapat le egy labdára a félpályánál és indult el a kapu felé, majd egy cser után a 16-ossal a bal sarokba lőtt. A 40. percben sikerült egyenlítenünk, Nikolicsot lökték a 16-oson belül, a játékvezető büntetőt ítélt, amit Nikó maga biztosan értékesített. Az első félidő így 1-1-es döntetlennel zárult. A második félidőre a CSKA teljes sorcserét hajtott végre, mi pedig 3 poszton változtattunk. Galatasaray, Nildo és Kovács helyére Tuivel, Alvarez és Haraszti érkezett. Az 52. percben Sándor lépett ki egy szép cser után, lőni azonban már csak kisodródva tudott, végül mellé ment a labda. A 63. percben Santos életerős lövését ütötte ki Tuivel, a kipattanóra 2 orosz játékos érkezett, akik egymást zavarták, így végül nem alakult ki újabb helyzet. 2 perccel később Bazayuk került óriási helyzetbe az ötösön, ballábas pörgetése azonban Tuivel kezében kötött ki. A 71. percben pedig mi kerültünk óriási helyzetbe, Lupeta indult meg a jobb oldalon és adott középre, ahol 2 játékosunk is üresen érkezett, végül Alvarez lőtt fölé. 1 perccel később ugyancsak Lupeta beadásáról Zéluiz maradt le a kontrából, megindult az orosz csapat és kihasználták a lehetőséget, Musza csavart a kapu bal oldalába. Utolsó lehetőségünk a 88. percben adódott, Haraszti kapura tartó szabadrugását azonban fogta az orosz kapus. Így az eredmény már nem változott, 2-1-es arányban nyert a CSKA Moszkva. Utolsó felkészülési mérkőzésünket csütörtökön játsszuk a Norvég Stormgodsen csapata ellen.